és úgy, ahogy akarod. Gondolod. De én nem fogok vágni ebből semmit. Biztos? Biztos. Nem szeretek vágni. A jó dolgokból nem vágunk. Hát de a videóvágó mégis az azt jelenti, hogy... Igen, ez így van, csak ez egy kötetlen beszélgetés, és én ezt szeretem. Néha van az, hogy képeket teszek rá, de a mondani valót sose szoktam elvágni, szabályi vágni. Sportnál jól működik minden ilyen különböző dolgoknál, amik... De ha lenne négy kameraállás, mondjuk akkor lehetne változtatni. Nem? Igen, ha akarod, még egyet föl tudom. Oké, rendben. Az lenne a kérdésem, hogy mit tudsz erről a dologról, a kialakulásról mondani? Én úgy tudok erről, hogy ilyen 20 évvel ezelőtt voltam Amerikában, és ott láttam, fekete zenészekkel is találkoztam, és az édesanyám kint él. És a lényeg az, hogy ott láttam ezt a baptista mozgalmat. Valamilyen szinten, gondolom, ez a baptista mozgalomhoz kapcsolódik. Ha magáról a közösségre gondolsz, mert kérdezel, hogy mikor, hogy jött létre, vagy hogyan, mi az eredete, arról is tudok sok mindent, másrésztről pedig arról is, hogy a maga a baptizmus, vagy egyáltalán a kereszténységgel kapcsolatosan ez hogyan alakul és miért alakul így, nagyjából lehet látni dolgokat, nyilván egy csomó dolgokat lehet pontosan tudni. Csak nagyon röviden, ugye maga az egyház történelem elindul 2000 évvel ezelőtt az egyház, és aztán működik, de egyre jobban kiüresedik, sok formula miatt. Mert a tartalom elveszik, és egy csomó külső máz és külső liturgia tartása válik fontossá. Képek tiszteletét behozzák, papinőtlenséget behozzák. Ezek mind-mind a Biblián túli, tehát az Istennek a az Istennel való kapcsolaton túli emberi kitalálmányok, amik úgy hozzáadódnak, és végül ezek kezdik el dominálni az egyházat. És akkor ez egy ilyen szeparálás. Szóval hogy valamilyen rétegnek azt kell mondani, hogy ezt kell csinálnod. Szóval, hogyha általában az egyháznak és a vallásoknak is ez a problémája, de az egyháznak is, hogy ugye van egyfajta szellemi tartalma, és van egyfajta struktúrája vagy formaisága. És hogyha a formaliság túlnövi a szellemi tartalmat, akkor gázol, akkor van probléma. Ez az, amit az egyházban is újra és újra megtörténik. Ezért van az végeredményben, hogy amikor ez túlnövi magát, amikor a képek tisztelete, azt mondják, hogy ugye a búcsú cédulák megjelennek a keresztény vagy keresztes háborúk körül. Mindenfajta Ezek a dolgok már messze arról szólnak, hogy formailag mit kell csináljál ahhoz, hogy mondjuk üdvösséged legyen. De nem ez az üzenete, ez már az egyháznak a hozzátett üzenete. Vagy az én olvasatom az egy torzulás. Ez egyáltalán már nem az Istennel kapcsolatról szól, hanem arról szól, hogy ahhoz, hogy a katolikus egyháznak, ahhoz, hogy a baptista egyháznak, ahhoz, hogy pünkösdi, tök mindegy igazából, egyháznak a része legyél, milyen formai dolgokat kell megtegyél. És a tartalmi része pedig vagy ott van, vagy nincs, általában egyre kevésbé van jelen. De most itt ez történt 1500-as években, annyira kihűlt az egyház, hogy az élő része, tehát az igazi szellemi tartalom annyira csörgetezett már valahol az egésznek a lényegtelen részén, hogy azt mondták néhányan, hogy Luther volt az egyik fő kolompos ilyen szempontból, hogy gyerekek, ez így nem működik tovább. A Biblia nem erről szól, és Isten elkezdett neki beszélni. Na most innen indult el ugye a reformáció, aztán Calvin János, ugye két ágazatot, a luteránus, az evangélikus egyház, a kálvinista, a református, Magyarország református egyház, és ez időtájt már ezek a mozgalmak végül is mindig visszahoznak valami eredetit, ami a tartalomról szól.